Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Most egy érdekes videóval jövök a privát megkeresésekkel kapcsolatban, ugyanis újból és újból felvetődik ez a téma, hogy kapom a megkereséseket a privát e-mail címemre. Most készült már róla több videóm is, hogy valamennyi költség ellenében szívesen segítek nektek konfig ügyben. Szép számmal is kerestek meg, azonban nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy eleve nem számolnak azzal, hogy ez költséget von maga után, pedig mindig az ilyen videóim után is történt ilyen megkeresés, és vannak, akik meg is lepődnek rajta, hogy ugyan miért fizetnének nekem ezért bármiféle összeget, hogy én ezzel foglalkozzam. Most nem rossz szándékból, csak mutatok egy példát, természetesen cenzúrával, senkinek semmit nem teszek közzé. Szia, azt szeretném kérni tőled, hogy 300 ezer forint értékben a PCX oldalról rakjak össze egy konfigot, teljesen rám bízza, hogy miért szeretnék, ez eddig oké lenne. Nagyon sokan keresnek meg ilyen vagy hasonló dolgokkal, hogy van elképzelésük, vagy én találjam ki nagyjából egy összegből. Ez teljesen rendben van, csak amint leírom, hogy milyen költséget vonna maga után, tehát ott láthatjátok, entebb 2500 forintot kérnék, és ezt mindig elmondom korábbi videóimban is, hogy ez igényesen összerakott, tehát nem 10 perc alatt összedobom neki a éppen elém akadt alkatrészeket, hanem ez átbeszélésre zajlik. Egyébként került is már fel olyan videóm, ahol egy ilyen konfig összerakást mutattam be, hogyan zajlott. És hát ilyenkor általában nem érkezik válasz, vagy goromba visszakérdezés érkezik, hogy ugyan miért akarna ő fizetni bármit. Most az az igazság, hogy naponta én kapok 10x ilyen megkeresést, hogy én csak úgy állítsak össze gépeket, aztán mindenféle hozzájárulási szándék nélkül úgymond a csatornához. Tehát nem tudom, hogy miért gondolják úgy sokan, hogy így random csak úgy gépeket hagyigálok össze embereknek. És akkor, hogyha én már összeállítok gépet, akkor nyilván odafigyelek mindenre, igényesen teszem azt, nem csak úgy ráütök a hasamra. Most ehhez szeretnék kiemelni egy másik példát, ahol olyan megkeresést kaptam, ahol már volt egy konfig ötlet, és azt nekem kellett volna tanáccsal ellátnom, tehát bőven lett volna mit hozzáfűzni. Láthatjátok lejjebb is, hogy írom, hogy nagyon nagy melléfogásnak tűnik, összeállítok egy igényes konfigot, viszont ez valamennyi költség ellenében zajlana, bármilyen meglepő is, még árat sem írtam, aztán az történt, hogy nem láttam viszont az érdeklődőt. A lényeg az, hogyha tényleg érdekli a dolog, már pedig miért ne érdekelné, hogyha így megkeresett, akkor egyrészt véleményeztem volna azt, hogy megéri-e az adott keretből neki összeállítania gamer PC-t, vagy nem. Ugye leírta az igényeit, GTA 5, FIFA, Forma 1 2017 fusson rajta, vagy éppen még gyűjtenie rá, és ő írta, hogy 180-200-ból, vagy éppen ahogy ilyen hasonló keretből ügyesen még a jó árérték arányú dolgokat összehoznám. Szóval ezt azért nem egyszerű összemalmozni, szerintem ti is érzitek. Nyugodtan kifejtettem volna, összenéztem volna, megbeszéltük volna. De hát az érdeklődés az addig tartott, amíg x-edik emberként ingyenesen ír az én privát e-mail fiókomban. Na most úgy gondoltam, hogy a sok közül egy ilyet kiemelek, és megmutatom, hogy vajon van-e ténylegesen értelme annak, hogy én igényeskedjek itt, vagy tényleg egy-két szón túl részletesebben állítsam össze a konfigot, és megbeszéljem a hozzá többé-kevésbé értő érdeklődőkkel. Láthatjuk a konfigját, és az ő elgondolásai alapján processzorból egy Intel Core i3 6100-at választott, ami kb. Egy évvel ezelőtt nagyon jó választás lett volna, én magam is ezt a processzort ajánlottam volna, azonban időközben kijött az Intel Core i7 7100, tehát az egyel újabb generációs, komolyabb teljesítményű processzor, ugye nem a Skylake, hanem a Kaby Lake belépő i3 7100, és nagyjából azonos áron kapható a kettő. Tehát mi megnézzük, a 6100 az 3,7 GHz óra jelen megy, addig a 7100 már 3,9-en, és még a teljesítménye sem elhanyagolható. Tehát azonos árból, kapásból mondtam volna, hogy az újabbat és az erősebb processzort vegye. Ugye alaplap az megfelelő, tehát a legújabb B250-es chipsetes alaplapot választotta,
ami egyértelműen támogatja a Skylake Procit is, tehát LG-a 1151-es foglalatról van szó. Viszont hatalmas bibi, hogy ahogy ő kinézte hozzá a RAM-ot, ő DDR3-as RAM modult nézett ki, márpedig ez az alaplap DDR4-et támogat, tehát az az eshetőség is nagyon komoly veszély áll fenn, hogy megveszi az alkatrészeket, és hoppon fog maradni, hogy hoppá, a RAM modul az nem fog belemenni az alaplapba, mert nem kompatibilis a kettő egymással. És hát nem kis pofárás és az ilyen, hogy a mostani megnövekedett RAM árak mellett valaki olyan 20 ezer forintból megveszi a RAM-ot, és akkor bele se fogja tudni tenni a számítógépébe. Tehát, ha nem értünk hozzá, felvetődik a kérdés, hogy komoly segítség nélkül, ha minimális költséget is van maga után, vajon megéri-e beleugrani a gép vásárlásba vagy sem. Következő dolog, ugye egyértelműen egy gamer gépet szeretett volna összeállítani, tehát mondta, hogy játékokra van szüksége, és ott van a Kingston 120 GB, ugye a gigabyte az lemaradt, SSD, na most én egyáltalán nem tanácsolnám azt az SSD-t ilyen keretből, mikor csak egy RX 560-as videókártyára futja, és egy belépő szintű processzorra, ugyanis a játék teljesítmény az nem lesz jobb az SSD-nek köszönhetően, inkább egy gyors HDD-t javasoltam volna, SSD nélkül. Ugye az SSD az a programok futtatását gyorsítja meg, esetenként a játéknak a töltési idejét meggyorsítja, viszont a játék sebességet nem. Tehát inkább költsünk egy komolyabb videókártyára, ha játékgépet szeretnénk kis keretből, mint sem SSD-re. És írta, hogy Western Digital 1 TB 64 MB-os HDD-t nézett ki. Hát ez se volt egyértelmű, hogy ő mire gondolt. Amit én javasoltam volna, az a VD Blue 7002-es merevlemez, 64 MB-os és már 14 000 forint alatt beszerezhető. A gépházzal úgy nagyjából egyetértek, tehát nem azt mondom, hogy az lett volna a legjobb választás, de Zalman Z3 ház az úgy elfogadható. Cooler Master 600 wattos táp, szerintem megfelelő választás, különös kifogást nem emelnék ellene, jó árérték arányú tápegységnek minősül. RX 560 videókártya ugyan jó árérték arányban van, viszont itt komolyabb átbeszélést igényelt volna az, hogy ő mit szeretne kihozni a gamer számítógépéből, tehát én inkább javasoltam volna egy 200 ezer forint, esetleg picivel alatta összeget, és az RX 562 GB helyett komolyabb videókártyát. Tehát mindenféleképpen azon dől el a játék teljesítmény, és az i3 7100-as proci a 6100 helyett még jócskán kiszolgál ennél erősebb videókártyákat is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!